Hölgyeim és uraim, nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Ezen az előadáson, amikor felkért rektorhelyettes úr, hogy mivel szerepeljek, arra gondoltam, hogy egy picit bevezetem Önöket abba a problémába, amivel egy elemző szembesül. Nem véletlenül adtam ezt a címet tehát, hogy konfliktusok elemzése, elemző konfliktusai, hiszen miként egyébként Padányi professzor úr is említette, valóban többször lehetett látni engem olyan helyzetekben, amikor valamely hát biztonságpolitikai szakértő társammal rendkívül éles vitákba bonyolódunk, néha egészen úgy tűnik, mintha teljesen szögesen eltérően látnánk a dolgokat, még szoktak azt is mondani, hogy veszekszünk, ami természetesen nem így van, de tény, hogy nagyon sok mindent eltérően látunk. Én azt gondolom egyébként összességében, hogy ez természetes, hogy eltérően látunk, és most azt szeretném bemutatni Önöknek három kisebb etüdben, részben az ukrán válság kapcsán, részben a görög, 15-ös görög eladósodás kapcsán, és bónuszként természetesen nem maradhat el, ez ugyan nem szerepelt a tájékoztatóval, de természetesen a menekült válság kapcsán is, hogy az elemzők, amikor foglalkoznak ezzel, milyen megközelítéseket alkalmaznak. Az első dolog, amiről hát az előző adásom vázlatában először az objektív és a szubjektív biztonságról fogok beszélni, nagyon röviden egyébként, és ezt azért tartom kulcsfontosságúnak, mert alapvetően a társadalmat mindkettő befolyásolja, de a véleményünket nagyon sokszor, akik nem szakmaszerűen hát foglalkoznak a biztonságpolitikával, bizony a szubjektív biztonság az, ami befolyásolja. A másik az elemzési szempontok sokszínűségéről. Tehát néhány metszetét be fogom mutatni annak, hogy egy-egy kérdéssel, amikor foglalkozik egy biztonságpolitikai szakértő, milyen megközelítéseket kell alkalmaznia, mi az, amivel kezdenie kell az egész dolgot, mert nyilvánvaló, miközben természetesen a biztonságpolitikai szakértőknek is megvan a saját magán véleménye, de amikor elemzésre kérnek fel bennünket, akkor soha nem a magán véleményünket mondjuk, hanem sokkal inkább a szakmai véleményünket, és hogyan alakul ki ez a szakmai vélemény. Majd pedig az ukrán válság megközelítési lehetőségeiről fogok egy röviden beszélni, a 15-ös görög válság megközelítési lehetőségeiről, és természetesen az európai menekült válság megközelítéséről is. De talán kezdeném az objektív és szubjektív biztonsággal. Nem foglalkoznék azzal, hogy mi a biztonság, mert ez egy külön történet, de tény, hogy amikor a biztonságról gondolkodunk és a biztonságot megközelítjük, kétfajta megközelítést különböztet meg tulajdonképpen a szakirodalom. Az egyik azt mondja, hogy van egy objektív biztonság, ami a tényeken, adatokon, folyamatok elemzésén alapul, és ami gyakorlatilag egy leíró jellegű megközelítés, amiből megértjük az egész problémát, hogy hogyan kell értelmeznünk ezt a kérdést. Ez gyakorlatilag a legtöbb esetben a különböző információk szelektálását is rendezését jelenti, ami egyébként, hadd tegyem hozzá, nem könnyű, mert természetesen, amikor azt látjuk, hogy mondjuk beírjuk azt, hogy ukrán válság, vagy beírjuk azt, hogy görög válság, ha ez angolul, akkor meglátjuk azt, hogy írdatlan mennyiségű adat jön ki, hát kijön mondjuk egy ilyen, mondjuk 23 millió vagy 260 millió, és mi egyszer megszámoltuk, hogy ha az ember egész életében dolgozik, és a feladata más nem, mint hogy olvasson, akkor 1 millió 600 ezer A4-es oldalt tud elolvasni. Mindössze. Tehát a nagyon fontos, hogy hogyan szelektáljuk ezt, hogyan választjuk ki ezeket az információkat is hogyan. Több szempontú és komplex megközelítés, ez az egyik legfontosabb. Nem csak egyetlen szempontból, nem csak az egyetlen főszereplő szempontjából közelítjük meg, hanem megközelítjük
valamennyi főszereplő szempontjából megpróbáljuk értelmezni azt a folyamatot, az egyes legfontosabb szereplők szempontjából megpróbáljuk természetesen, ha tetszik, akkor a megbízóink szempontjából, tehát én például, amikor az ukrán válságról beszélek és mondom, akkor én mindig abban a meggyőződésben teszem ezt, hogy alapvetően Magyarországnak milyen Ukrajna az érdeke. Tehát mi az a magyar érdek, ami egy ilyen válság kapcsán, amiben ilyen természetesen mi nem vagyunk főszereplők, mi lehet a mi nemzeti érdekünk, és mik azok. És rögtön hozzá kell tenném, ez is csak egy szakértői objektivitás, mert nem akarom tagadni természetesen, hogy azért minden egyes szakértő beleviszi részben a saját világnézetét, politikai meggyőződését, bármennyire szeretné kizárni, részben pedig, tegyük hozzá azt is, bizonyos értelemben a saját szakmáját is. Ahogy szoktam mondani, ha mondjuk valaki, és elnézést, ha itt terrorelhárítók vannak, ha valaki terrorelhárítóként foglalkozik a terrorizmussal, egészen máshogy tekint a mindennapokban a terrorizmusra, mint én, aki egyébként tulajdonképpen foglalkozom vele, de nem én üldözöm a terroristákat. Nem nekem jelent gondot egy terrorista, én azzal foglalkozom, hogy megpróbálom értelmezni mondjuk a különböző terrorcsoportok tevékenységét, ennek a mediális megjelenését. Egészen más dolog az, amikor egy szakmabeli közelíti meg. A másik, a szubjektív biztonság, ez viszont a fenyegetés percepciónk. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy hogyan tájékozódunk a bizonyos biztonságpolitikai kérdésekről, és nem akarom itt önöket bántani, mert ez nem bántás, ez a világ legtermészetesebb dolga, hogy az emberek túlnyomó többsége, az átlag polgár még akkor is egyébként, ha politizál, döntően a tömegmédiából és a politikai közbeszédből alakítja ki azt a képet, amit gondol, vagy ami befolyásolja az ő biztonság szemléletét. Ez természetesen azt is jelenti, hogy a közvetlen környezetükön kívül, minden egyébről, már a lakóhelyünkön, lakásunkban, szűkebb pátriánkon belül, minden egyébből ezek közvetítésével alakítjuk ki a képet. Tehát én is gyakorlatilag az, hogy Szegeden milyen a biztonság, honnan tudom? Az, hogy mit mondanak a szegedi biztonságról, mondjuk a politikusok, mit mondanak a rádió tudósítók, a különböző kommentárok. Ez azért nagyon fontos, mert egyébként a szubjektív biztonság nem csak egyénenként, hanem társadalmanként is különböző. Svájc például 15%-os bevándorlóval, tehát ha tetszik, migránssal is teljesen jól elműködik, de nyilvánvaló vannak ott is problémák. Ehhez képest Finnországban 1,2 a bevándorlók száma, és a finnek már ezt az 1,2-et is soknak tartják. Nagyon fontos egyébként azt látni, hogy társadalmanként a szubjektív biztonság alapvetően meghatározó. Meghatározó abból a szempontból, hogy kis ország vagyunk, nagy hatalom vagyunk, középhatalom vagyunk, milyen biztonsági problémákkal szembesültünk. Egészen más egy terrorcselekmény mondjuk Magyarországon, ha ez egyáltalán bekövetkezne, más lenne a vízhangja, mint mondjuk egy olyan helyen, ahol egyébként a terrorcselekmények sűrűbben van. Ami nagyon fontos, hogy ezt is döntően befolyásolják a politikai ideológiai nézetek. Nagyjából azt szokták mondani a hírlap olvasó és a hírlap elemzők, a hírfogyasztást elemzők, hogy mindenki szereti a saját politikai nézeteit megerősítve látni abban az orgánumban, amit olvas, tehát vannak kedvenc lapjaink, mert úgy érezzük, hogy ez a lap azt mondja el, amit mi mondunk, akár mi is mondhattuk volna. Most egy elemző ezt nem teheti meg. Tehát én a szakmai és a politikai lapoknak a teljes spektrumát vagyok kénytelen átnézni, függetlenül attól, hogy az én szívemhez melyik áll éppen közel.
Nem igazán tudjuk, be kell vallanom azt, hogy melyik a fontosabb, az objektív vagy a szubjektív a lényegesebb, de egy dolgot pontosan tudunk, nagyon fontos, hogy a kettő ne kerüljön túlságosan távol egymástól, mert ebből rendkívül rossz döntések születnek. Tehát egy elemzőnek alapvetően az a feladata, én is ezt fogom csinálni, nagyon sok olyan dolgot fogok mondani, ami nem lesz szimpatikus, ami talán, amivel szembesülni nem biztos, hogy jó, de egy elemzőnek az a feladata, hogy egy picit a szubjektív biztonságot közelítse az általa elképzelt objektív biztonsághoz. És fontos azt is természetesen, hogy a szubjektív biztonság sokkal könnyebben befolyásolható, ez azt is jelenti egyébként, hogy a társadalmaknak, tehát az, hogy én mit mondok önöknek, az természetesen nagyon nagy okosság lehet, de már régen leszoktam arra, hogy bárkiről azt gondoljam, hogy az én mondókámtól hát megváltozik a véleménye. Nem ilyen egyszerű a dolog. Természetesen én is hozzáteszem, de döntően elgondolkodtatni szeretnék, mert azt gondolom, hogy minél többet meditálunk és gondolkodunk egy-egy kérdésen, annál közelebb jövünk hozzá. Az elemzési szempontok sokszerűségéről nagyon egyszerű dolgot hadd mondjak el. Minden válság több szempontból értelmezhető. Az első az egyes főszereplőknek, majd látni fogjuk, az egyes főszereplőknek a helyzetétől, törekvésétől. Függetlenül attól, hogy nekünk ez szimpatikus vagy nem, végig kell gondolnunk. Függetlenül attól, hogy szimpatizálunk-e egy bizonyos konfliktus egyik vagy másik részével, mindegyiket végig kell zongorázni, mindegyiket meg kell nézni, mindegyikről, hogy mondjam, le kell írnunk azt, hogy mit gondolunk, milyen, mert így lesz a hiteles kép. Az ellenségeinkről, az ellenfeleinkről is, hát fogalmazzunk úgy, hogy kulcsfontosságú információkat. Egy nagyon rövid dolgot hadd mondjak, sajnos a biztonságpolitikai szakma olyan, hogy eléggé, hát talán azt mondanám, hogy eléggé szűk a szakma. Tehát mi valamilyen ismerjük egymást. Tehát amikor én Nógrádi Gyurival veszekszem vagy vitatkozom, az nem azt jelenti, hogy amikor fölállunk, akkor ne beszélgetnénk el, hogy van a család, stb. Mi teljesen jóban vagyunk, ismerjük egymást évtizedek óta. Máshogy látjuk a dolgokat, de azt gondolom, hogy ez a legtermészetesebb, és a média természetesen kihozza azt is, hogy én is meg akarom győzni a saját közönségemet, meg ő is meg akarja győzni a saját közönségét, vagy ugyanazt a közönséget a saját igazukról. De hosszú-hosszú ideig ugye Románia biztonságpolitikájáról szerette volna egy nagyon jó elemzést, és hát természetesen, mit ad Isten, azok jelentkeznek ilyen dolgokra, akik többire erdélyi származásúak, mert bírják a román nyelvet, és én mindig és több dolgot elolvastam, és akkor mindig azzal fordultam a szerző, hogy ez most teljesen jó. De most én nem abból a szempontból nézem, hogy te erdélyi magyarként hogy gondolkodsz erről, hanem egyetlen szimpladok Romániában, Bukarestben hogy gondolkodnak erről. Attól függetlenül, hogy ez neked tetszik vagy nem tetszik, döntően meg akarom érteni a motivumokat. A másik természetesen, hogy mindegyiknek van egy nemzetközi, egy regionális és helyi szintű problémája. Ez a három, majd az ukrán válság kapcsán látni fogjuk, hogy teljesen eltérő értelmezésekhez vezethet, és a politikai döntéseket ezekből az eltérő értelmezésekből kell kihoznunk egy olyan eredőként, hogy jó politikai döntés hozunk. Kívülről és belülről szervérve is megnézhetjük, ezt egészen más, amikor gyakorlatilag valaki megél egy konfliktust, és egészen más, amikor kívülről szemléli. Volt egy nagyon izgalmas beszélgetésünk a 90-es években Makai Jóska barátommal, aki egyébként kiváló balkán szakértő, és tévében azt bírtam mondani, akkor éppen a szerb radikális pártnak nagyon jó jött, tehát nagyon szaladta a szekere, és hát a szerb radikális párt az egy populista párt, akit, hát hogy mondjam, eléggé kritizáltunk, és én azt mondtam, hogy gyerekek, a populista pártok legegyszerűbb leszerelése az, ha kormányra kerülnek, akkor tessék, megkapsz egy kormánypozíciót, próbáld megcsinálni.
hosszú ideig azért tudják fenntartani az izgalmat, mert nincsenek hatalmon, nincs a hatalom felelős, az igazgatás felelőssége, és akkor nagyon bölcsen a Jóska azt mondta, hogy teljesen jó, ha innen kívülről, de azért azt gondolnám, hogy az a 15 ezer szerb, vagy nem, abból 15 millió szerb, vagy akárhány, az nem egy kísérleti bárány. Tehát egészen más, hogy látjuk azt. Én könnyebben mondom, hogy ó, bármi történhet. Mi is valamennyien így vagyunk, ha távol vagyunk egy kérdéstől. Természetesen az elemzői helyzet és cél szempontjából is meg szoktuk ezt nézni. Van leíró elemzés, amikor semmi más nem csinálunk, csak megpróbáljuk rekonstruálni azt, hogy egy konfliktus hogyan alakult, hogy folyt le, mi történt. Ez alapvetően egy történeti. Vannak úgynevezett policy paperek, amit szoktak tőlünk kérni, ami, vagy mi magunk készítünk, amikor úgy döntünk a kollégáimmal, hogy kérem szépen, annyira benne van a bögyünkbe, hogy nem az zajlik, amit mi gondolunk, próbáljunk meg valami javaslatot tenni. Tehát próbáljunk meg javaslatot tenni a döntésekre, hogy nem is biztos, hogy a döntésekre, inkább a megoldási lehetőségekre. Ez azt jelenti, hogy ott nagyon konkrét javaslataink vannak. Hogy hívják, végén egyébként lesz egy ilyen, hogy mi például, hogy látjuk a menekült kérdés megoldási lehetőségét. Nyilvánvaló félreértés ne esik, ez egyik pillanatról nem fog, mert egy teljesen más szinten gondolkodunk erről, de ilyen javaslatokat természetesen szoktunk tenni. És hát természetesen nagyon fontos, hogy hosszú távú vagy rövid távú megközelítés. A legtöbb politikus mindig azt szokta mondani, amikor találkozunk vele, és elmondja, hogy ez teljesen jó, de hát 15 év, figyelj, a következő választásig látok előre. Ez egy nagyon nagy baj egyébként, hogy az európai politikusok és az európai politika mindenütt alapvetően választások által befolyásolt, tehát pontosan tudjuk például, hogy a szíriai konfliktus addig igazán nem lesz megoldva, amíg az Egyesült Államokban le nem zajlik az elnökválasztás, és senki nem akar ilyen kockázatot vállalni. Ezeket mind-mind bele kell számolni akkor, amikor figyelembe kell venni. És természetesen az elemzői ismeret, a konfliktusról, a környezetről, milyen forrást, milyen mennyiségű forrást, hogy tudjuk-e forrás kritikával illetni. Tehát ma az internet világában olyan hype-ok, tehát olyan, hogy mondjam, ilyen megtévesztő dolgok jönnek, amikor tudatosan megtévesztő dolgot csinálnak, hoznak elő. Egyetlen példát hadd mondjak, nem fogok róla beszélni. A malájgép lelövése Ukrajna felett. Ugye ez júliusban történt, senki még oda sem jutott a roncsokhoz, amiből kiderült volna, hogy mi a bánat történt. Mind Kijevnek, mind Moszkvának már az esti híradóban volt a teóriája. Ez történt, és nyomták. Erősen nyomták. Segyiknek, tehát hogy mondjam, fogalmazunk úgy, hogy mind a kettő a saját közönségének mondta a dolgot, és azért tudta mondani, mert a szubjektív biztonság, mint mondom, fontosabb, hajlamosak vagyunk hinni annak, amit először hallunk. És hajlamosak vagyunk elhinni azt, különösen ha arról szól a dolog, hogy mi milyen jók vagyunk, a másik meg milyen rossz. Azt nem szívesen halljuk, hogy figyelj, te is elkövettél egy-két hibát, nem biztos, hogy ezt jól csináltuk. Tehát mindezt kihasználja. És a sokoldalúság, ami nagyon fontos, ezt már említettem, hogy mennyire szemléletileg mennyire nyitott, vagy mennyire zárt egy elemző, ez egy kulcsfontosságú dolog. Én mindig arra szoktam figyelmeztetni a hallgatóimat, hogy kevés tévét nézzenek, és sokat olvassanak, mert az olvasás az egyébként a fantáziát a sokkal inkább tartja, tehát fogalmazunk, hogy sokkal inkább frissen tartja, a kép az nagyon gyorsan beleég az embernek az agyába. Erre egy történet is el szoktam mesélni, csak már nagyon kevés az idő, de természetesen azért elmesélem. Nekem kedvenc regényem volt kamaszkoromban, Gárdonyi Géza Egri csillagokja. Nagyon egyszerű oknál fogva, nem azért, mert török meg szabja, Vicuska alakja nagyon tetszett nekem. Vicuska, a természetesen az a Vicuska, amit Gárdonyi és én hoztam össze, tehát én kiszíneztem Vicuskát, úgy szoktam mondani, hogy ilyen pin-up girl lett belőle, amit én úgy elképzeltem, hogy igen, Vicuska. 13-szor olvastam el, ezt szoktam mondani, nyilvánvaló ennek az utolsó 6 része csak a Vicuskás részek voltak. De minden esetben, és amikor elkészült,
Wenzel Verával a film, akit én nagyra értékelek, mind a mai napig eljárok színházba, amikor szerepel, de mint nő nem volt az esetem. Innentől kezdve hiába próbáltam visszahozni azt az én kiszínezett fantázia vicuskámat, mindig Wenzel Vera jött be. Így aztán így szakítottam vicuskával, és találtam rá később a feleségem. Az, hogy mennyire eltérő képet mutathatnak az elemzések, azt én egy fotóval hadarózoljam. Ja, bocsánat, még el kell mondanom, ez egy nagyon fontos dolog, hogy az elemző legfontosabb feladata a sokoldalú bemutatás, és a döntések, az ezzel kapcsolatos döntések lehetséges következményének a bemutatása. Nem mi döntünk. Nem a saját véleményünket. El kell mondani a politikusnak, hogy ha ezt fogod lépni, akkor ez lesz. Ha pedig ezt léped, akkor ez lesz. A politika felelőssége az, hogy döntsön. Ez különbözteti meg egyébként a biztonságpolitikai szakértőt és a politikust, és bármikor szidalmazom vagy kritizálom a politikusokat, ezt mindig figyelembe kell venni. Nem én vállalom a felelősséget. Ha én azt mondom, hogy hát tévedtem, soha, gáz, de ha ő téved a döntésébe, az a döntés ezrek, tízezrek vagy milliók életét befolyásolja. Ez egy óriási különbség, ezért azt gondolom, hogy alázattal kell egyébként saját szakmán kapcsán. Nézzük meg ezt a képet, mit üzen ez a kép nekünk? Hát ez egy hátra feszített figura, akinek puskacső szorul vagy gyomódik a halántékáról. Elég brutálisnak néz ki. Nézzük meg a másik képet, ez szintén egy hátra, de őt éppen meg akarják itatni, segíteni akarnak rajta. Egyik is üzen valamit, másik is, és akkor nézzük meg az eredeti képet. Az eredeti kép így néz ki. Nagyjából az elemzéseknél is így van. Attól függ, melyik részét emeljük ki, mutatjuk be. Olyan benyomást, olyan üzenetet fogalmazunk. És akkor lépjünk tovább természetesen az ukrán válság megközelítési lehetősége. Az ukrán válságot magát nem akarnám elmondani, inkább azt mondanám természetesen, hogy hát tudja mindenki, hogy volt egy majdani fordulat, aztán Putyin elnök és az orosz katonák elvitték a Krímet, és később pedig hát szeparatisták, vagy oroszok által támogatott szeparatisták tulajdonképpen polgárháborút, vagy szeparatista mozgalmat indítottak Kelet-Ukrajna bizonyos terület. Hogyan értelmezi ezt a szakirodalom? Az első szint, amit mindig megnéz, az a nemzetközi, és ez nagyon népszerű, azért kezdem ezzel Magyarországon különösen, hogy ez annak egy geopolitikai szintje. A geopolitikai szint azt mondja, hogy itt a főszereplők döntően az Egyesült Államok és Oroszországi Föderáció, és tulajdonképpen ez egy érdekszféra küzdelem. Ha letöltik majd, akkor mindent rámehetnek, és el lehet olvasni. Olyan irodalmat próbáltam betenni, ott, ahol tudtam magyart, ott, ahol angolt, amiből lehet jól tájékozódni erről. Tehát jól mutatja be ezt a szemléletet. Azt mondja, hogy, és ugye arról szól a dolog, hogy Ukrajna ott van, de mi szeretnénk ezt az Ukrajnát valahogy magunkhoz, ők meg szeretnék megtartani, stb. Stb. Ebben egyébként hozzá kell tenni, Ukrajnának olyan nagy szerepe nincs, egy tárgya alapvetően. Hozzá kell tennem, egy 47 milliós nemzet nem lehet önmagába tárgya, ez csak egy illúzió. Tehát a nagyhatalmaknak valóban van komoly befolyása, de nem ilyen tömegeket senki nem tud. De ez az egyik értelmezés, tehát, hogy ez egy geopolitikai küzdelem, ami tulajdonképpen a nagyhatalmak között van. Egy másik a region szint, ahol főszereplő Európa, illetve Ukrajna versus Oroszország. És miről szól ez a történet? Ez a történet arról szól, hogy ki fogja integrálni, kinek az integrációs közösségébe fog tartozni Ukrajna. Az Európai Unióhoz fog-e tartozni, avagy pedig az oroszok által megálmodott, vagy tervezett úgynevezett Eurázsiai Unióhoz, ami egyelőre még csak vámszövetségként létezik. Ez erről szól döntően a kérdés, és ez az, ami ez a küzdelmet látjuk Ukrajnában. Én nagyjából ezt is bemutat, ott az Európai Unió, az pedig az a piros, az a vámszövetség, a zöld pedig az a kérdés, hogy ez az egész történet, tehát Ukrajna kihez fog csatlakozni.
Ki lesz az, aki integrálni tudja, kinek a gazdasági befolyása lesz. A harmadik megközelítés, ez az orosz geopolitikai határokért folyó küzdelemként mutatja be. Nyilvánvaló sok minden, én csak a legérdekesebbeket próbálom kiemelni. Mit jelent ez az orosz geopolitikai határokért való küzdelem? Ez azt jelenti, hogy Oroszország, mivel Európa felől nyitott, mindig onnan jöttek a háborúk, ezért, és nincsenek természetes határai, nincs ott, mit tudom én, óceán, tenger, magas hegyek, ami egyébként mondjuk délen van, ezért mindig ilyen politikai határokat épít ki. Ez például az a kedves szövetség volt, aminek a Varsói Szerződés, tehát ez a Lengyelországtól Bulgáriáról, ez egy ilyen pufferzóna, ami megvédi gyakorlatilag Oroszországot. És mivel ugye ez megváltozott, és jelenleg ez a helyzet az egyetlen olyan biztos tényező, az Belarus, ami ugye államszövetségben van Oroszországgal, ezért Oroszország, hát fogalmazzuk úgy, szeretne egy olyan pufferzónát kialakítani, ahol Belarus jellegű, hát biztonsági övezet van, ahol ő gyakorlatilag a nyugati fenyegetést és egyáltalán a nyugati behatolást meg tudja akadályozni. Direkt nem fogom mondani, hogy én melyiket preferálom és melyiket nem, mert ennek az előadásnak nem az a célja, hogy az én véleményemet tudják meg. Azt szeretném, ha azt látnák, hogy sokfajta értelmezés van, akiket egyébként oda tettem, mind neves. Tehát hozzá kell tennem, neves elemzők. Mindegyiknek van legitimitása, de amikor én például Ukrajnálok írok, akkor feltétlenül ezeket az opciókat végig kell gondolni. És akkor nem beszéltem természetesen még egy ukrán szintről, ami azért kulcsfontosságú, mert egyébként Európának, Kelet-Európának és a magyar társadalomnak erről van a legkevesebb fogalma. Itt van a szomszédunkban Ukrajna, és az az igazság, hogy fogalmunk nincs róla, hogy mi zajlik ott abban a térségben, illetve mi zajlott az elmúlt 25 évben. Ez ugye itt a főszereplők, az ukrán politikai elit, oligarchák, ukrán társadalom, orosz-ukrán szeparatist, oroszok és ukrán, orosz és ukrán szeparatisták, modernizálók versus konzervatívok, és meg kell említenem, de róluk nem fogok beszélni, hogy természetesen ott van Oroszország, pénzparipával, fegyverrel a Donbassban, és amit a másik oldal, de ott van a nyugat is, tény, egyébként pénzzel, kiképzéssel, adatszolgáltatással, tanácsadással szintén ott van. De ettől függetlenül most bennünket nem ez érdekel, hanem az érdekel, hogy milyen a helyzet Ukrajnában. A célok tekintetében a legkülönbözőbb célok vannak, de nagyjából dihotómiákat lehet. Az egyik oldalnak a stabilizáció, a törekvése, a másiknak a destabilizálás, mert akkor nem lesz vonzó ez a hatalom a külföld számára. Hasonlóképpen a szakadár területek ugye el akarnak szakadni, olyannyira el akarnak szakadni, hogy már Moszkvának kell visszafognia egyébként, Moszkva nem akarja elszakítani a szakadár területeket. Neki nem egy kis terület kell, neki egész Ukrajna szeretne befolyást nyerni. Tehát azt akarom mondani, hogy a szakadár területek elszakítása versus megtartása. Hasonlóképpen van, aki centralizált államot akar, és valaki föderalizált államot. Az egész Minszki megállapodás egyik kulcskérdése, hogy az a terület, ahol a szakadárok vannak, és amin keresztül Oroszország fogja ezt az országot, annak milyen jogosítványai lesznek. Lesznek-e olyan jogosítványai, hogy megvétózhatja Kijevnek hogy mondjam, döntéseit, mert akkor azt jelenti egyébként, hogy ez a területnek vétójoga van a kijevi döntéssel, és ha ez a terület orosz érdekek szerint fog cselekedni, akkor gyakorlatilag Oroszországnak sikerül majd. Ügyesen egyébként hozzá kell tenni, a szisztéma úgy alakult, hogy most hirtelen mindenkinek, tehát mindenkinek adnak jogosítványt, tehát olyan úgy föderalizálják, hogy nem kap kiemelt területet ez a dolog. Nagyon nagy kérdés, hogy orosz vagy európai úton modernizálódhat-e Ukrajna, ha azt tételezzük fel, hogy egyébként az ukrán társadalomnak a modernizáció, mint minden társadalomnak a modernizáció lenne az ide. Az ukrán államnak van egy strukturális válság, amit nagyon sűrűn szoktak megemlíteni, ami nagyjából abból rendkívül egyszerűen, ez egy nagyon sok területből történetileg különböző korszakokban összeállított képződmény, aminek az összekovászolása, az összeillesztése, az integrálása, az egységesítése hosszú történelmi folyamat. Ráadásul hozzá kell tennem, csak jelezném, hogy az utolsó kis hát, területet, nevezetesen a Krímet, 1900
1954-ben kapta meg. Tehát az egy teljesen friss szerzemény, még olyan döntően olyan lakossággal, olyan társadalommal, aki a szovjet érában és a Szovjetunió és egy Oroszországhoz tartozónak érezte. És egy másik nagyon nagy probléma ugye az, hogy nemzetállam szeretne lenni, de úgy szeretne nemzetállam lenni, hogy Isten igazából nincs történelmi, hogy mondjam, történelmi előképe ennek a nemzetállamnak. Itt Magyarországon nagyon sokan ki tudják tenni a Nagy Magyarországot, a matricát a gépkocsijukra. Ukrajnában ez képtelenség lenne, mert nem tudjuk, mert ha megnézzük, ez egyébként azt jelenti, hogy milyen állam alakulatok voltak. Nézzük meg, egy kéz kis szivárvány. Kéz kis szivárvány, és csak az utolsó évtizedek azok, ahol kontinuitást látunk, tehát, hogy a jelenlegi ukrán terület egy állam alakulathoz. Ezek mind-mind olyan problémák, amiket figyelembe kell vennünk, hogy milyen belső strukturális válság. Egy másik lehetőség a Kelet-Ukrajna versus Nyugat-Ukrajna. Ez szerintem a leginkább, ez van leginkább apostrofálva, vagy leginkább megjelenítve a nemzetközi médiában. Ez egy identitás küzdelem, tehát azt mondják, hogy az egyik az orosz identitású, a másik ukrán identitású. Ez egy leegyszerűsítő dolog, sokkal bonyolultabb az ukrán identitás, nem szeretném elsorolni, de vannak olyanok, akik orosz etnikum, orosz nyelvű, orosz identitás, egészen az ukrán etnikumú, ukrán nyelvű és ukrán identitás, de mi van akkor, ha van egy orosz, aki egyébként ukrán nyelvű és ukrán identitású? Vagy fordítva. Tehát azt akarom, hogy ez egy sokkal, de sokkal bonyolultabb. Mi azt szoktuk mondani, hogy van egy orosz barát, meg egy ukrán fele. Ez többek között kisebb védelmet. Ha megnézzük az orosz irodalmat, ami ukrán válságról szól, az alapvetően abból indul ki, hogy ott oroszok élnek, akiket mi meg akarunk védeni. És jogunk, mert ezeket a kisebbségeket elnyomják, stb. És akkor hoznak egy ilyen térképet például, hogy nézzük meg. Nézzük meg, hogy néz ki. Van egy sárga fele, ez az ukrán többség, és van egy orosz fele. És azt mondjuk, hogy kérem szépen, ezen a területen mind oroszok beszélnek. Vagy oroszul beszélnek. Igen ám, de ezt megint ugye azt mondjuk, hogy van. És akkor mutatnak más, hogy természetesen ez igaz, de ha egy picit közelebb megyünk, megnézzük mondjuk különböző megyékként és stb., akkor kiderül, hogy nem teljesen ugyanarról beszélgetünk. Lehet, hogy a lakosság szempontjából ezek a területek fontosak, tehát azt akarom mondani, hogy már közel sem akkora az orosz nyelvű és a feltételezett orosz identitású terület. Egyedül, ami halálosan biztosak lehetünk, az a Krímnek a identitása. Ezért például én ugye azt szoktam mondani, ha Putyin azt mondja, hogy nem 18 nap alatt vezényli le gyakorlatilag a népszavazást, akkor is megnyerte volna a Krímet, legfeljebb hát nem annexiónak, hanem másnak nevezné gyakorlatilag a nemzetközi irodalom. És hát ez az a terület, ugye, ahol szeparatisták vannak, rögtön hozzá kell tennem, hogy az egész Ukrajnának 4%-át teszik ki, 4%-át, tehát ez nem egy jelentős. Ha megkérdezzük az átlag embert, akkor azt mondja, az nincs két megyényi terület. És mégis világosan kell látnunk, ennek megfelelően nagyon sokan Ukrajnában például felteszik ezt a kérdést, hogy hát ha nagyon gáz van, adjuk nekik oda. De ez ellen érdekes mód, mint említettem, Moszkva tiltakozik a leginkább. Nem, ő azt akarja, hogy maradjon Ukrajnának, de legyen olyan jogosítványa, amin keresztül ő képes. Van egy olyan, hogy kérem szépen, és ezt a kritikusok mondják, mi az Isten foglalkozunk mi Ukrajnával, amikor ez alapvetően oligarchák közötti harc. Ott egy oligarcha rendszer van, a politikai eliten belül ezt az oligarchák csinálják, és hozzák ezt a gyönyörű szép, hogy hívják ott, ezt ukrán szociológusok állították össze, nem lehet jól látni, de azt gondolom, hogy elég jól mutatja azt, hogy hát kicsit bonyolult ez a dolog, és akkor még hozzátehetjük természetesen azt, hogy itt különböző klánok vannak, amiből én néhányat felírtam, meg a legfontosabbakat, és akkor például, hogy a legutolsó pontig eljussak, nem véletlen egyébként, hogy miért Petro Poroshenko lett.
Azért, mert ez a figura, ez egy klánon kívüli, maguk a klánok összevesztek volna, de azt mondták, jó van, Petro Poroshenko egyikünk össze tartozik, rendben, akkor legyen ő. Nem tudom, érthető-e? Tehát nagyon fontosak ezek a, hogy mondjam, ezek a belső, ezeknek a belső dolgoknak is az elemzése. Van egy társadalom versus politikai elit, amit nagyon egyszerűen talán ezzel lehetne leginkább kifejezni. Kérem szépen, az ukrán társadalom az elmúlt 1991-től egész egyszerűen a politikai elittől nem kapott olyan perspektívát, ami bármifajta elégedettségre adta volna a lehetőséget. Kérem szépen, ha nagyon durván akarok fogalmazni, akkor az ukrán társadalom jelentős része politikai és gazdasági értelemben is vegetál. Mit jelent a gazdasági vegetáció? Az, hogy nagyon szegények. Borzasztó szegények, miközben egyébként az oligarchák nagyon gazdagok és borzasztó gazdagok. Tehát képzeljük el azt a helyzetet, hogy Lengyelország és Ukrajna GDP-je 1:3-hoz. Bocsánat, Ukrajna és Lengyelország GDP-je 1:3-hoz. Tehát háromszor kisebb az ukrán. A leggazdagabb lengyelnek van 4,5 milliárd dollárja, a leggazdagabb ukránnak 12-13. Egy olyan területben képzeljük el azt az elosztási viszonyt, hogy mennyit vonnak el az oligarchák. Ez egy kizsákmányolt társadalom ilyen. Politikai értelemben pedig mit jelent a vegetáció? Bárkire szavazol, mindig ugyanazok kerülnek hatalomra. Mert az oligarchák képesek befolyásolni a politikai elitet, meg tudják vásárolni gyakorlatilag a képviselőket, ők tudják egyébként azokat az embereket indítani a választásokon. Ez mind-mind olyan kérdés, ami azt gondolom, hogy a társadalmi elégedetlenséghez vezetett. Jaj, bocsánat, azért megmutatom, ez igen, ez egy ilyen, ez egy EU Majdannak ugye volt egy ilyen is. Végül van egy végső modernizációs dilemma, amit szintén felszoktunk vetni. Hogyha perspektívájában nézzük, melyik, mert végül is tételezzük fel, hogy mindenki az ukránoknak szeretné valahol az igazi jót, hogy melyik úton tudna legjobban modernizálódni Ukrajna. És akkor azt szoktuk mondani, hogy az orosz úton, vagy pedig az európai úton, ha nagyon egyszerűen fogalmazom meg, akkor az orosz modernizáció az nem is modernizáció. Orosz az gazdag, de döntően attól, hogy lefúr a földbe és olajat és gázt hoz föl. Akinek nincs olaja és gáza, az egyetlen dologban tud többet teljesíteni, a munkaerejében. Tehát, hogy olyan képzett munkaerőt állít elő, olyan képzett munkaereje van, ami a munkában a hozzáadott értéket növeli. Erre szoktam ugye azt a példát hozni, hogy kérem szépen, nagyon egyszerűen fogalmazva, mi például el vagyunk telve az, hogy mi milyen hát, hogy gépkocsi gyártó nagyhatalom vagyunk. Azért ezt zárójelben megjegyezném azt, hogy természetesen, statisztikailag én is ki tudom mutatni, hogy nagyon sok gépkocsit gyártunk, ráadásul ezek magas technológiájuk, de döntően azért tegyük hozzá, mi összeszereljük ezeket. Tehát azt szoktam mondani, hogy ha van egy 20 ezer dolláros vagy 20 ezer eurós gépkocsi, ahhoz mi nagyjából egészében 4,5 ezeret teszünk hozzá. A másik 15 vagy 15 és fél azért, aki megtervezte, aki a kütyüket bele megtervezte, tehát aki a szellemi terméket. Ezért szoktam azt mondani, hogy sokkal boldogabb lennék, ha a magyar gépkocsikat a németek szerelnék össze. A görög válság. A görög válság alapvetően egy adósságválság, amit azt gondolom, hogy mindenki ismer. Ugye itt a döntő kérdés az, hogy Görögország, hát fogalmazunk úgy, hogy úgy vett fel adósságot, hogy közben nem tudta fölpörgetni a gazdaságát. Nagyon egyszerűen fogalmazva erről szól a történet, nem akarok közgazdasági fejtegetésbe menni. Önmagában az adósság egyébként se nem rossz, se nem jó. Mindig azt szokták mondani a közgazdás ismerőseim, hogy az adóssággal már az ilyen szintű adóssággal az a probléma, hogy rendkívül sok a pszichika benne, tehát a megérzés. Az adósság nem a nagyság miatt okoz gondot, hanem a bizalmatlanság miatt. Amikor a hitelezők elkezdenek azon gondolkodni, hogy visszakapjuk-e ezt az egész történetet. A görög adósságválság is hasonlóan indult. A görög adósságválság egyetlen dologban nagyon erősen különbözött, hogy a görögök az Európai Monetáris Uniónak is a tagjai, eurót használnak,
Tehát az euró, tehát hogy mondjam, az, hogy bedőle Görögország, vagy nem dől be Görögország, ez nem csak a görögöket érintette, hanem az egész euró övezetet, és többek között az euró övezeten belül, mint látni fogjuk, azokat az országokat is, akik talán nem olyan mértékben, de hasonló úton járnak, mint Görögország. Ennek megfelelően, ugye, amikor elemzők beszélnek arról, hogy mi a görög válság, hát fogalmazunk úgy, hogy én biztonságpolitikai szempontból próbálom ezt az egészet, és a belső szinten, a nemzeti szinten a főszereplő gyakorlatilag a politikai elit csoportjai, pártjai, illetve a görög társadalom. A cél sem olyan bonyolult egyébként. Az elit, mint mindenütt, a hatalmat akarja megszerezni, vagy a hatalom megtartásához és szükséges támogatást szeretné bezsebelni, hogy hatalmon tudjon maradni. Minden politikai elit ilyen, akinek kevés pénze van, annak gázosabb, mert nehezebb. Mert ugyanakkor kellene, aki meg osztogatni tud, az osztogat. Görögök is egyébként ezt csinálták. A társadalom pedig azt mondja, hogy kérem szépen 2008 óta válságban vagyunk, 10-ben már volt egy adósságválságunk, ott már adtak nekünk 160 milliárd eurót, és 10 és 15 között gyakorlatilag megszorítások voltak, mindenféle dolog, és most megint 15-ben előjött ez az ügy. Szerintünk elegünk van a válságokból és a megszorításokból. A válságok és a megszorítások felszámolását követeljük, és aki ezt nekünk ígéri, arra fogunk szavazni. A dolog természetesen nem ilyen egyszerű, mert hát ugye milyen olvasatok vannak. Az első ilyen olvasat, hogy a görög kormányok elhibázott gazdaságpolitikája. Nagyon sokan, két kiváló magyar írást, nem csak ezzel foglalkoznak, de nagyon jól magyar, Fóris Gyuri a Brooks Infóból elmagyarázza, hogy mennyivel többről szól ez az egész, de nagyon szépen leírja. A Kata és Júlia pedig egy egészen kiváló elemzést ad az egész görög válságról, tehát aki elolvassa, az meg fogja érteni, és hál' Istennek olyan nyelvezette, hogy nem kell makroközgazdásznak vagy mikroközgazdásznak lenni. Ugye azt mondják, hogy a görög recesszió azért van, ugye a legnagyobb problémája minden adósságnak az, hogy amennyiben az adóssággal meg tudom pörgetni, vagy a hitelekkel meg tudom pörgetni a gazdaságot, akkor kifizetem. Vagy ha elhiszik azt, hogy az én gazdaságom az, mint a motolla jár, és az termel, akkor nincs ez. A végén majd fogom mutatni a világot, hogy ebből a szempontból, hogy áll. De a görögöknél ugye nem volt ez, és ugye nagyon sokan azt mondják, hogy kérem szépen, elmaradt a szerkezeti válság, maga a görög gazdaság szerkezete rosszul van kitalálva, át kellene alakítani, de ez természetesen fájdalommal jár, ezt nem tette meg a szerkezeti átalakítás, nem csak hogy a szerkezeti átalakításokat, hanem nem volt hajlandó a 13. és 14. nyugdíjat sem. És ugye milyen természetesnek veszik, hogy van 13 és 13. nyugdíj, pedig azt nem veszük természetesnek, hogy 13 és 14 hónapból állna egy. Mert ez azt is jelenteni, hogy 13-14 hónapig kéne dolgozni. Tehát az abszolút irracionális dolgokat is, ha ez számunkra kedvező, úgy fogadjuk be, hogy öröm nézni. Tárkarokkal várjuk. A 13., 16., 18. nyugdíjat csak adják. Tehát nem gondolunk ebbe a racionalitásba. És ahogy a magánszektor. A másik, és akkor körülbelül így néz ki, ugye az, hogy hát nem kell azt hiszem magyarázni. A másik, az azt mondja, hogy a hitelezők és EU Görögország elleni támadása ez az egész. Úgy fogja fel, hogy a görög recesszió azért jött létre, mert a hitelezők azt követelték, hogy szorítsanak meg. A megszorítás politikája vezetett oda, hogy a görögök nem tudták fölpörgetni a gazdaságukat. Nagyon egyszerű. Ez egy teljesen más dolog. Az egyik azt mondja, hogy kérem szépen, az a nagy baj, hogy rosszul csináltátok, a másik az, hogy eleve nem lehetett ezt az egészet. És ez két nagyon markáns egyébként, és még mondhatnám természetesen, mondjuk Drábik Jánosnál ez máshogy is fel, tehát ő nem csak Görögországra, hanem általában a pénztőkével és a kapitalizmussal, hogy úgy mondjam, hadilábon áll, amire én mindig azt szoktam mondani, lehet, csak nem tudom, hogy találtunk-e jobbat ki. Mi kísérleteztünk vele egyébként, szocializmusnak nevezték, láthatóan nem jött be, mert nagyon sok ország tért az útjáról.
És akkor Thomas Piketty például, aki egy nagyon neves közgazdász, aki elmondja, hogy morális, a németek mit prédikálnak? 1953-ban elengedték nekik, és a görögök is elengedték nekik a háborús kártérítést, és soha nem fizették vissza. Most mit akarnak? Azért én Pikettynek felhívtam volna a figyelmét, hogy kicsit más ám egy háborús utáni helyzet, és más, amikor békeidőben csinálunk majdnem háborús recessziót. Tehát azt gondolom, hogy a háború, természetesen nem állítom, hogy csak nem gondolom, hogy itt ez így a kettő összemérhető, de nagyon fontos, hogy van egy ilyen. És akkor természetesen ebben a Syriza, ő az IMF és a bizottság, illetve az Európai Központi Banknak, az EKB-nak, ami egy rövidítés, hogy EKB, Európai Központi Bank elleni harcos. Mit jelent ez európai szinten? Itt már több szereplő van, itt Görögország a főszereplő, az EU, amit nevezzünk úgy, hogy EU, de döntően azért a görög válságban a francia-német tandem volt, ami meghatározta ezt, sőt inkább azt mondanám, hogy hát Angela Merkel a hóna alá vette Hollandot, mert inkább Németország. Van egy eurozóna, ugye az egy eurozóna országai, van az Európai Központi Bank, vannak az eurozónának a mediterrán országai, amit EU meddel fogok lenni. Milyen céljai vannak? Hát nézzük. Görögország nyilvánvaló adósságkönnyítés szeretne, leírás, átütemezés, bármi érdekli őket. Gyakorlatilag azt mondják, úgysem tudjuk fizetni, vegyétek már tudomásul. És ugye nagyon sokan azt mondják, ez teljesen legitim. Ha irreális a történet, akkor miért nem írjuk le neki? Mit mond erre az euró? Azt mondja, hogy Görögország az EU-ban kell tartani, mert ha egyébként lemond az euróról, és amennyiben nem túl drága, akkor az Európai Monetáris Unióban is, mert egyébként fontos, hiszen az Európai Uniónak az egyik legfontosabb eredménye a monetáris unió is az, hogy van euró, és ezért ez bár válságban van, de azért kell, hogy mondjam, erősíteni kell. Mit mond az Európai Monetáris Unió? Az Európai Monetáris Unió azt mondja, hogy a legfontosabb a monetáris unió egyben tartása, tehát hogy nehogy már bárki kilépjen az eurozónából, mert az euró amúgy is hát egy ilyen koraszülött, mindenféle a koraszülöttségnek minden problémájával, de ha most kilép, az akkor egy láncreakciót indít el. És még egy nagyon fontos, hogy nehogy véletlenül rossz példa legyen a görög. Mit jelent a rossz példa? Azt, hogy ha a görögöknek elengedjük a tartozását, akkor én, ha olasz lennék, oda mennék, hogy nekünk is van ám. A franciák is oda mennének, nekünk is van. Írek, belgák, nekünk is van. És akkor gyakorlatilag mindenkinek el kéne, ez hihetetlen gazdasági recessziót okozna. Tehát azt szokták mondani, hogy a görög euró hitelválság az fertőz. Természetesen hozzá kell tenni, hogy az EKB, tehát az Európai Központi Bank az euróvédelmét akarja, akár a Grexit árán is azt mondja, hogy bocsi, nem. Tehát az euró az fontosabb, mint Görögország, lehet, hogy 11 millió vannak, ha nincs dráma, ilyen, tehát hogy mondjam, el kell távolítani a fertőzött gócot, menjenek ki, szedjék össze magukat, és nagyon lehet látni egyébként, hogy emellett is sorakoznak érvek, hogy azt mondja, kérem szépen, akkor majd reál gazdaság lesz meg, stb., és elkezdődhet hitel nélkül egy új, igaz, hozzáteszik, de hát akkor bezuhan mondjuk a gazdaság 35-40%-kal, azt általában a társadalom nem nagyon szereti, sőt, hozzá kell tenni, hogy maguk egyébként a görögök sem akarták otthagyni az eurozónát, pusztán azt szerették volna, ha a hitelük elszáll. Tehát, hogy nem lesz. És természetesen az Európai Központi Bank, és ez egy nagyon fontos, a saját hiteleinek a megtartását is szeretné. Hát minden hitelező azért alap. Tudom, hogy ez úgy gondoljuk, hogy a bankoknál másképp, ha én kölcsön adok mondjuk a munkatársaimnak 10.000 forintot, azért azt gondolom, hogy egy idő után szólok, hogy figyelj, nem akarod vissza, és olyan, figyelj, írd már le. Jó, lehet, hogy az első 10-et leírom. Na de ha ez havonta rendszeresen megismétlődik, tehát akkor azt fogom mondani, nem, bocsi, több hitelt nem kapsz. Tehát nem tudom, tehát ha egyénileg éljük meg, akkor talán megtudjuk. Ez nem bűntől való dolog, hogy a bankok szeretnék visszamenni. És végül az EU-med országok, mennyire követhető a görög példa? Nagyon figyelték, hogy engednek a görögöknek, vagy bekeményítenek.
Mert attól függ, hogy mi mit szeretnénk. Tehát miközben olaszok, franciák, spanyolok azt mondták, hogy Németország, tehát nagyon lojálisak. Igen, Merkel asszony maga annyira fantasztikus, azért nézték, hogy de figyelj, tehát ha elengedik nekik, akkor mi is fogjuk ám csinálni. Nehogy már azt gondoljátok. Akkor ugyanazra vonatkozik ránk is. Még drukkoltak is neki, hogy na, csak kemény. De hát láthatóan a görögöknek nem sikerült ez a keménység. Az EU, az euró és az eurozóna rendszerének hibája és a görög válság oka, nem kell megszorítás és adósság elengedés kell. Ez az egyik nagyon fontos álláspont, amit én már említettem, hogy ez az euró egésze kicsit korán lett, kitalálva, kicsit felül lett értékelve, és ami fontosabb, olyan országok is belevonódtak, akik egészen egyszerűen azt az állam, azt a pénzügyi fegyelmet, amit mondjuk a svédek, a finnek, a németek tudnak, azt nem tudják követni. Nem tudják követni. Egész egyszerűen nem képesek. Mert más berendezkedésű, más a pénzügyi szokás, a társadalom nem viseli el, stb. Tehát ez az egyik opció. A másik opció, igen, ez Bolan Strack egyébként, ő maga mondja, hogy az eurozóna az egész rosszul van kitalálva, nem is így kéne, tulajdonképpen hozzá is teszi, hogy az egész euróról el kéne feledkezni, de nem ilyen egyszerű azért, már önmagában egyetlen nagyon látszólag jelentéktelen. Amikor azt mondták, hogy a görögök kiléphetnek, akkor az első kérdés az, hogy te figyelj, drachma nyomótok van még? És kiderül, hogy nincs már nekik drachma nyomójuk. Tehát pénz kellett volna, tehát maga a fizikai dolog is nagyon ügyen. A másik, és Pogácsa Zoltán egyébként, aki rendkívül okosan és rendkívül meggyőzően, de nagyon erősen a görögök mellett érvel, minden írásába a Pogi blogot hadd ajánljam, nagyon színvonalas, tehát félreértés ne essék, nem, tehát rendkívül jól, ügyesen, okosan, megfontolandó. És ugye azt mondják, hogy kérem szépen, az egész euró körülbelül erről szól, ott ül fönn néhány, hogy hívják, és mi meg itt szívunk alatta, már bocsánat a kifejezés. És hogy mit javasoltak? Azt javasolták, hogy megvan a hitelválság megoldása, még több hitel. De ugye ezek a hitelek már lehetett látni, hogy egész egyszerűen tényleg értelmetlenek, vagy pontosabban nagyon sokan azt mondják, tényleg értelmetlenek. Ennek ellenére tudjuk, hogy újabb hitelt kaptak, azzal természetesen, hogy ha jól érzékelem, akkor szigorúbban fogják fogadni. De természetesen most azt is kell látni, azért beszélik ilyen szívesen Görögországról, mert most senki nem foglalkozik Görögországgal. Nagyon egyszerűen azért, mert választások lesznek, azt mindenki türelmesen kivárja, addig foglalkozunk egy kicsit a menekült kérdések. Az Európai Unió politikai döntés hozott az eurozóna egyben tartását és megerősítését tartotta szem elől, mert azt mondta, hogy a monetáris unió egy olyan fontos, az európai versenyképesség, az európai gazdasági fellendülés szempontjából alapvető fontosságú dolog. És hát azt kell, és akkor hagyján egyébként a két szerző, a felső két szerző, az nem más, mint a francia és a német pénzügyminiszter, aki a Guardianben egy nagyon jó kis cikket, aki nem csak azt mondta, hogy meg kell menteni, hanem ahhoz, hogy ez többet ne forduljon elő, tehát hogy ne lehessen kibicsaklani. Itt azért a görögök, én nem akartam őket ekézni, mert nem, azért hát mondjam, nem mindent mondtak el, meg alapvetően ugye ez a 14. 15. havi, vagy 13. 14. havi nyugdíj, ez csak a legkisebb. Tehát alapvetően, tehát olyan gazdaságpolitikát folytattak, ami tényleg drámai. Tényleg drámai. Tehát ők azt mondják, hogy megakadályozandó ezt, a monetáris politikát és általában a pénzügyeket, az állami pénzügyeket jobban központosítani kell, közös adót kell kivetni, közös költségvetést, közös pénzügyminisztérium, mert egyébként itt mindenki fogja magát és elszalad. Tehát azt akarom mondani ezzel, hogy az Európai Unió válságát egy az unió
integritásának erősítésével akarja, inkább működjön államként, és akkor mindenki hát ugyanazok elven alapján fog hát elbírálás alá kerülni. Hozzá kell tennem, ez nem túl népszerű, nem csak az eurozónán belül, de az eurozónán kívül sem. Tehát mindenki azért a pénzügyi szuverenitását, meg azt a játékteret, amit a hazai gazdaság és hazai pénzügyek előnye ad, azt ki akarja használni. És akkor erről beszéltem, hogy ott van Görögország, és akkor az összes piros bejelentkezik. Ez stratégiai fontosságú volt gyakorlatilag a görögöknek az eurozónán belül tartása. De volt ennek egy nagyon konkrét biztonságpolitikai oka is. Ez Görögország fekvéséből fakad. Görögország egy kulcsfontosságú területen fekszik, Oroszország... Ugye oroszok mondták, vagy ígérgették, nyilvánvalóan nem lett volna ennyi pénzük, de azért jó, ráijesztettek mindenki. Ha ti nem, akkor majd mi megyünk egyébként, a Syriza ment tárgyalni Moszkvába, hogy milyen feltételekkel. De gondolom, amikor elmondta, hogy mennyit kéne, akkor megvakarta a Putyin a fejét, és kérdezte, hogy honnan a bánatból szedjek ennyi pénzt. Mert azért természetesen, tehát hogy mondjam, megoldhatná, de nem annyira, azért azt gondolom, hogy Görögország nem fontos Oroszországnak. De mindenféleképpen az összes piros és rózsaszín bejelentkezett volna, akik az EMU-ban vannak, hogy kérem szépen, mi nem ezt akarjuk. És akkor van egy olyan, hogy az Európai Unió egy politikai döntést hozott, megbüntette Görögországot, és a görög népet is megsértette a szuverenitását. A Viplosz például, akit az első, konkrétan azt mondja, nem lehet népeket így megbüntetni. Azért, mert amit a politikusai csináltak. Ezt máshogy gondolta valószínűleg Európa. Tehát azt akarom mondani, hogy ez egy óriási vita, hogy az, hogy egy országban a társadalom vagy a nép mit akar, az nemzetközileg mennyire releváns vagy nem releváns. Tehát azt akarom mondani, az, hogy a görögök leszavazták azt, hogy mi nem akarunk megszorítást, stb., ez egy nagyon szimpatikus dolog. Csak az a helyzet, hogy a pénzt, meg a döntést, meg egyáltalán az övet, ami Görögországot megmentheti, az nem Ciprasznak a kezében volt, hanem az EKB, az Európai Unió. Summa summarum, nagyon népszerű az, hogy itt kibabráltak a görögökkel. A másik oldalon viszont a cinikusok azt mondták, volt a görögöknek 20 jó évük. Nekünk még annyi sem volt. Volt jó 20 évük, most lesz néhány év rossz, de alapvetően felül voltak ők, tehát hogy mondjam, felül voltak ők finanszírozva, és félreértés ne esik, ezt nem a kelet-közép-európai országok, akik leginkább ki voltak bukva, azok az igazi finnek, meg a finnek, akik azt mondták, na ne csináljuk már, na ne csináljuk, nálunk a költségvetési fegyelem milyen, ők meg itt szórják a pénzt. Tehát azt gondolom, hogy rendkívül fontos látni az értelmezésbeli különbségeket. És hát természetesen azt mondják ezek, hogy most a Ciprász kormány, a Syriza és az Európai Unió szegény görög nép felett, hát fogalmazunk úgy, hogy megállapodott, sőt nem csak, hogy megállapodott, hanem egész egyszerűen tönkretette a görög népet. Egy dolgot azért ezzel kapcsolatban, ami a szuverenitást, illetve a felelősséget illeti, azt gondolom, hogy egyrészt a szuverenitás az mindig korlátozott. Ezt a görögöknek is pontosan látniuk kellett. Természetesen a politikus mindig a szuverenitásra hivatkozik, hogy nem, megtámadtak bennünket, olyan kis harcias szövegek mentek, és ráadásul nem is, tehát hogy mondjam, néhány olyan stílusban, tehát amikor a Schäuble-nek a képét fényképét kitették Görögországból, hogy ő szívta a véred 5 évig, ez a német pénzügyminiszter. Tehát azt gondolom, hogy igen, ez egy, ettől természetesen nem gondolom, hogy a görögöknek legfeljebb a lelke lett jobb, de ténylegesen ugye nem változott a helyzet. A másik pedig, el kell gondolkodni azon, hogy egy demokráciában, akár a görögök nagyon sűrűn hívtak, de hogy nem szabad ezt a 1000 éves demokráciával, vagy több 1000 éves demokráciával megcsinálni, hogy a demokrácia bölcsőjével. De kérem szépen, hogy lehet akkor rábeszélni azt, fogalmazunk úgy, hogy lehet rábeszélni egy olyan társadalmat, aki egyébként fogja és beszavazza a populista pártjait. Tehát aki elhiszi azt, amit egyébként józanul, talán mégsem, ha egyszer elmagyarázzák neki. Csak azért, mert a politikus mondja.
Tehát ez egy nagyon nagy dilemma, hogy egy társadalom felelőse azért, amilyen politikai elitje van. Én azok közé tartozom, akik úgy gondolják, hogy igen. 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 Mi választottuk meg. Ők választották meg. Ti akartatok ilyet. Természetesen, ha ez buktával jár, mindenki próbálja ezt lelökni magáról. Emlékszem arra, amikor 1999-től szerb értelmiségiekkel Szegeden többször találkoztunk, elmondták, hogy nem, Milosevic, hogy ráadásul már meg is bukott, Miloseviczet mi nem akartunk, nem, az egy diktatúr. Mondom, baba, 2,5-szer, teljesen demokratikusan, tök lelkesen megválasztottátok. Éljen Szlobó, menjen háború, szerezze vissza. Most így ilyet mondani, hogy mi nem, bocsi, nem mi voltunk, ez nem gondolom, hogy teljesen korrekt volt. És akkor, hogy néz ki? Ez a világgazdaságnak gyakorlatilag egy ilyen, hát futballlabdában elhelyezett. Így gyakorlatilag nagyjából arányot is nem akarták, hogy néz ki. Ugye látszik, hogy az Egyesült Államok, Kína, Japán, ezek nagyon erősek. És akkor most rögtön hagyd tegyem hozzá azt is, ez mondom, a legerősebb gazdaságok. Most hagyd tegyem hozzá a legeladósodattabb gazdaságokat. Kérem szépen, jelezném, hogy az a nagy kék az Egyesült Államok, aztán Japán. De érdekes, az Egyesült Államok eladósodása kapcsán senkinek nem jut eszébe az, hogy csődbe megy az Egyesült Államok gazdasága. A japán gazdaság és eladósodás még nagyobb mértékű, és ott sem. Ez nagyon fontos, hogy milyen bizalma van a piacoknak és a pénzpiacnak. És akkor végül egy utolsó elnézés, hogy túlléptem. Menekültválság megközelítési lehetőségei, főszereplők a migránsok, tranzitországok, határországok, befodogozó országok. Nagyjából ezek azok, akik. Mi a cél? Hát nyilvánvalóan a migránsok menekülni akarnak, menedéket szegnére szeretnének Európában, Nyugat-Európában. A tranzitországok minél gyorsabban át akarják magukon tolni, ezt a macedónok és a szervek úgy csinálják, hogy félhivatalosan hátfogják magukat és autóbuszra ütetik egyik határtól a másik határig, a szerbek szintén ezt csinálják, és akkor egyszer csak itt föltorul nálunk a történet. A határországok a határvédelmet szeretnék, ugye arra hivatkoznak, hogy a schengeni kötelezettség a Dublin 3 rendszeretből, és azt mondják, hogy kérem szépen a legfontosabb a határvédelem, nem érdekel bennünket se a tranzitországok nyomora, se pedig az, hogy ki milyen befogadó, hozzánk jönnek leginkább az emberek. Nálunk jelentkezik ez az egész probléma. És a befogadó országok, ők azok, akik valóban védelem, tehát ugye azt mondják, hogy azok, akik valóban védelemre szorulnak, azokat be kell fogadnunk, és ennek megfelelően. Nagyjából ezeket halljuk, és mindenki tulajdonképpen azt kell látnunk, mindenki csak a saját igazságát próbálja elmesélni. Teljes joggal egyébként, mert a problémával úgy szembesül. És akkor a kérdés ugye az, hogy tulajdonképpen az első kérdésem az is, itt hadd te szavaztassa meg, Európába irányuló népvándorlásról vagy menekült hullámról van szó. Aki menekült hullámot gondol, az tegye föl most a kezét. Aki népvándorlás gondol, az most. Köszönöm. Többségben van, ezt így vártam egyébként. De hát, mint említettem, én nem szeretem, tehát hogy mondjam, nekem az a kötelességem, hogy mindenkit szembesítsek. Először azokhoz, akik azt mondták, hogy menekült hullám, ez körülbelül azt jelzi, hogy milyen úton mennyien jöttek be, összességében például Magyarországon ebben az évben 190 ezeren. Ha tovább megyek, akkor azt is meg tudom mutatni, hogy ez az egész menekült hullám milyen dinamikával növekszik, hiszen az megtévesztő az utolsó kis, mert csak az fél évet mutat, még nincs lezárva. Tényleg az utóbbi két évben egész egyszerűen óriási dinamizmus van. Az európai azt mondja, hogy igen ám, de ha megnézzük azt, honnan jönnek, ez egy olyan térkép, én nagyon szeretem ezeket a térképeket, mert arányosít. Tehát azt mondja, hogy nem, tehát hiába kicsi Szíria, amikor menekült kérdésről van szó, azért ő a legnagyobb. Tehát Szíria egyébként, ez itt Szomália, akkor Eritreát még meg lehetne mutatni, ott van fönt egyébként a színekből talán azonosító lehet. Ezek akik ahonnan elindulnak. És ahova mennek, azok a következők. Kérem szépen, bármilyen furcsa, természetesen valahol ott van Európa is, de egy döntően Törökország. Törökország, aki igazán nagy,
Libanon, aki igazán nagy, Jordánia, aki igazán nagy terhet cipel ebből. És hogy ez ne ilyen átláthatatlan legyen, tessék, kérem szépen a számok. 1.800.000 menekült van Törökországban, Libanonban, ami 4,5 millió lakosságú körülbelül, nagyjából egészében, nézek itt Zolira, 1,2 millió. 1,4 és fél. Jordániában 600, több mint 6, majdnem 630 ezer. Tehát azt akarom mondani, hogy mindig viszonyítás kérdése. Nem akarok, tehát hogy mondjam, elfogadom mind a kettőt, csak azt szeretném mondani, hogy a fogalmakkal én óvatosan bánnék. Természetesen mindenki. Tiszteletben tartom egyébként azt is. De nem csak emiatt van gondolk. Néhány adat. Ugye 230 millió migráns van, és ezek közül 60 millió egyébként. 60 millió a menekült. 60 millió. Most egyébként Szíria kapcsán 4 millióról beszélünk, úgy nagyjából összességében. Ez nem kevés egyébként. Ez, aki külföldre menekültek, bocsánat, mert egyébként a 23 millió Szíriából, és csak ez a helyzetet mutatja, 7 millióan már menekülésre kényszerültek. 50 milliós Európában 2008 és 2015 első fél éve között 1.145.573 fő jött. Ez természetesen soknak tűnhet, különösen egy 10 milliós országban, de ez 500 millió esetében ez nem olyan drámai nagy arány. Tény ugyanakkor, és ez a dinamizmust jelzi, hogy csak magában 15-ben ennek a fele jött. Tehát a dinamikája az kétségtelen. Kiket sújt elsősorban a menekült hullám? Megint ez egy olyan kérdés, ahol teljesen eltérő válaszokat kapunk. Ez kérem szépen azt mutatja, hogy 2014-ben hol nyújtottak be menedékkérelmet a menekülők. És azt látjuk, tudom, hogy ezt nehéz látni, de egyébként Németország, az a zöld az mi vagyunk, tehát az a sötétebb zöld, nem az egész sötét, és ez a kék, ez pedig Ausztria. Ugye itt a csizmát azt fel lehet ismerni, talán Svédországot is. És hogy mennyire változik, és ezt szoktuk is mondani, hogy kérem szépen azért vegyék figyelembe Magyarországnak a helyzetét, 15-ben ez jelentősen változik, csak szeretném, ha néznék, kérem szépen, így van. Rögtön mutatom, ezt azért csinálom többször, hogy lehessen látni. Mely országoké nőtt? A háromé. Németország, Ausztria, Magyarország. Nem akarom vitatni, hogy óriási teher. Óriási teher. Ha viszont azt nézzük, hogy ki fogad be, és kik azok, akiknél letelepednek ezek, akkor azt kell mondanunk, hogy Németország az első, Magyarországon ez 10, ugye egy szíriai menekültek 30, Olaszországban 350. Tehát azt akarom mondani, hogy befogadó szempontból viszont a befogadó országok mondják, hogy lehet, hogy titeket, nektek semmi más nem kell csinálnatok, barátaim, le kell adminisztrálnitok őket, meg el kell döntenek, hogy igen vagy nem. De hát nekünk kell velük együtt élni. Nem tudom, érthető, a két álláspont az teljesen különböző. Hozzá kell tennem, tudom, hogy a nagy többség úgy gondolja, hogy nem. Mind a kettő legitim. Mi lehet, hogy úgy gondoljuk, hogy a németeknek könnyebb, de higgyük el, hogy a németek meg úgy gondolják, hogy nekik könnyebb. Hogy nekünk könnyebb. Szüksége van Európának a bevándorlókra, vagy sem? Kérem, aki igennel, tegye föl a kezét. Ez a kikre, igen. Rendben, tehát azt mondja, részben igen. Oké, rendben. Én megint csak egyetlen dolgot, félreértés ne essék, fogalmam nincs arról, nem az én szerepem, a politikusok és a társadalmak, de a biztonságpolitikai szakértő mindössze annyit mond, hogy nézzünk akkor néhány adatot. EU lakossága 500 millió, ebből 35-37 millió külső bevándorló, nagy vonalúan mondjuk azt, nem igaz, ezek mind muszlimok. Nem igaz egyébként, de mondjuk azt, hogy mind muszlimok. Ez 7,4% az európai lakosságnak. 7,4%. Ez nem egy túl jelentős, hogy hívják. Azt mondja, Nyugat-Európa lakossága 2050-ig 4,5-5%-kal fog csökkenni, kiszámolva ez 22-25 millió fő.
Rosszabbat mondok, Kelet-Közép-Európa lakossága 50-ig 15%-kal csökkenhet, a népességfogyást és az elvándorlást is beleszámítva. Az én kérdésem továbbra is az, hogy ha mi fenn akarjuk tartani azokat a szociális intézményeket, azokat a jóléti intézményeket, amiket megszoktunk, ki fog dolgozni. És emellett még egy dolgot hagyd tegyek hozzá, előregszik Európa lakossága. Előregszik Európa lakossága. Nem állítom, hogy ebből az következik egyébként, hogy nekünk be kell fogadnunk, csak azt állítom, hogy van egy olyan kérdés, ami azt mondja, hogy munka erőre lesz szükségünk. Ezt egyébként ma mostaniak is pontosan tudják, és ezt el kell mondani, hogy Németország többek között azért várja a szíriai menekülteket, mert 4,7% egyébként a munkanélküliség aránya Németországban, a második világháború óta a legalacsonyabb, és a német gazdaságnak bizony munkaerőre van szüksége. Természetesen mondhatjuk azt is, és tulajdonképpen a fiatalokra nézek, hogy egyébként, ha nem fogadja be Európa ezeket a menekülteket, vagy migránsokat, a menekültekből nem mindegyikből lesz migráns, de ez egy másik, akkor is Nyugat-Európa meg fogja oldani egyébként a saját munkaerő szükségletét. Annyi kellemetlenség lesz, hogy ez tőlünk fogja. Tőlünk fogja elszívni a munkaerőt. Azzal, hogy többet fizet, és akkor én is azok közé fogok tartozni, akik egy nyugdíjas otthonként itt üldögélünk. És várjuk azt, hogy mi a bánat lesz. Tehát azt akarom mondani, ezek olyan folyamatok, amiket minden egyes döntésnél meg kell fontolnunk, hogy akarunk-e, vagy nem akarunk. De rosszabbat is mondok természetesen. Ja, menekültek vagy szociális migránsok? Kérem szépen, az európai menekültek, ez az utolsó izgalmas, Európában a befogadás milyen arányú volt, a pirosokat elutasítottuk, a kékeket, azok. Ugye az európai és a nemzetközi jog a háborús övezetekből azok, akiket fenyegetésért az életüket mentik, azokat kötelezően részesíti oltalomban. Teljesen mindegy, hogy erről mi mit gondolunk, hogy ezt jónak tartjuk, vagy nem. Mi is elfogadtuk ezeket a nemzetközi jogi szabályzókat. Az 51-es, Genfi egyezmény, a 67-es, és egyébként a Dublin is. Természetesen félreértés ne esik, ha mi nem akarunk, azt mondhatjuk, hogy változtassuk meg. Mondjuk azt, hogy nem kell. De egyelőre ez a helyzet. Egyelőre ebből kell kiindulni. Én, higgyék el, rendkívül sokat beszélek ilyen dolgokról. Sehol. Itt még nagyon jó arányban vannak azok egyébként, akik azt mondták, hogy bevándorlókat, esetleg szükség. Többségük mereven azt mondja, hogy nem kell. Hallottam olyat, hogy Svédországból kellenek nekünk bevándorlók, de az a helyzet, hogy svédek nem akarnak Magyarországra vándorolni. De ezt én nagyon komoly... Tehát, hogy mondjam, a kérdés, ilyen álláspontok vannak. Azt mondja, mi a megoldási lehetőség, és most kimondottan azra szeretnék koncentrálni, ami a mostani. Azt gondolom, hogy nem, az első és legfontosabb, hogy most megítélésünk szerint Európa és Magyarország is tűzoltást folytat. Tűzoltást folytat. Néha rögtönöz, néha meggondolt, márpedig, és én ezt próbálom mindenkinek magyarázni, a menekült áradat, a migráció az egy rendszer. És a rendszert rendszerszerűen kell kezelni. Nem elég a rendszeren egy helyen belenyúlni, vagy másik helyen, az egészet. És akkor elmondom, hogy körülbelül én hogy látom, hogy ezt az egészet hogy lehet kezelni. Ugye azért szeretem a menekült hullámot, nem csak azért, mert azt gondolom, mert még egy dolgot nem mondtam egyébként el, de ezt nem is akarom, mert akkor nagyon lehangolnám a társaságot. Egyelőre még, csak itt jeleztem, egyelőre a politikai menekültek jönnek döntően. Még nem jöttek a szociális migránsok, még nem jött az a félmilliárdnak nem jött az afrikai demográfiai boomból származó migráns tömeg. Itt 15 éven belül Afrika lakossága 500 millióval vagy félmilliárddal meg fog növekedni. Ezek az országok jelenleg, ha megnézzük, nem ennyire megtartó képesek, valakik ide fognak jönni, be fognak kopogni, hogy bocsi, itt vagyunk. És akkor még nem beszéltem a klímamigránsokról,
akik egész egyszerűen azért fognak eljönni, tök mindegy, hogy mit mi akarunk, mert ott nem tudnak tovább élni. Ennek megfelelően ezekről a dolgokról, mondom, rendszerbe kell gondolkodni. A jelenlegi menekült hullámra úgy gondolom, azért szeretem a hullámt, mert ezt úgy kell kezelni, mint egyébként a hullámot. Hullámtörőkkel. 6 darab ilyen hullámtörőt fogok bemutatni most. Az első és a legfontosabb, amiről nagyon, a kibocsátó országok konfliktusainak megoldása. Vagy legalábbis elkezdése ennek a megoldásnak. Kérem szépen, a migránst, mindenki azért jó, hogy elvegy az én munkámat, azért, hogy nem. Menekül. Szíriában a hatalom, az Assad hatalom nem felét, nem kétharmadát, hanem egyharmadát birtokolja már csak az országnak. Elűzik önnek őket. Az első és legfontosabb az, hogy kérem szépen, ezeket a konfliktusokat meg kell oldani. Nem tudja Európa, de Európának kezdeményeznie kell, hogy a környező országok, a nagyhatalmak, a nemzetközi szervezetek foglalkozzanak ezzel a kérdéssel. Ha már a migráns vagy a menekült azt fogja látni, mert most azt látja, hogy senki nem foglalkozik. Ő is pontosan tudja azt, hogy a amerikai elnök választásig semmi nem fog történni. Akkor azt fogja mondani, ha már akkor látom, akkor lehet, hogy nem fontolom meg ezt a dolgot. Ha perspektívát látok, nem kell azonnal megoldani, de legalább azt üzenni ezeknek az embereknek, hogy meg akarjuk oldani. Ez az első dolog. A másik a konfliktus zóna szomszédságában lévő támogatása, ez nagyon erős támogatását jelenti a törököknek, a libanoniaknak, a jordánoknak, az egész menekültügyi rendszerük, hogy ezek megtartóak lehessenek. Boldog voltam, amikor Orbán Viktortól azt hallottam, hogy a 100 milliókról 3 milliárdra kell emelni a menekültügyi alapot, mert egész egyszerűen ebből kell már az Európai Uniónak, mert ebből kell. Máskülönben, ha nem lesznek megtartók, akkor jönnek. A harmadik dolog az a tranzit országok együttműködésre kényszerítése. Természetesen lehet azt mondani, hogy de a szerbeknek nem. Kérem szépen, mint Szerbia, mint Macedónia hivatalosan az Európai Unió tagja akar lenni, szeretnének részesülni ebből a közösségből. Azt kell mondani, voltak az úgynevezett koppenhágai kritériumok, egy koppenhágai kritérium plusz, a menekült kérdésben együttműködsz, és ez egy együttműködés sok mindent jelenthet, de azt egész biztos, hogy busszal nem szállítod ezeket az embereket a határtól határig. A negyedik, ez nagyon sok vitát, azt gondoljuk, hogy úgynevezett menekültügyi oltalmi, EU-s menekültügyi oltalmi övezeteket kell létrehozni, mert a jelenlegi dublini rendszer egy nagyon fontos dolgot elfelejtett szabályozni. Ha bejönnek ide a menekültek, a határországoknak és senkinek nincs joga ezt a menekültet korlátozni a mozgásában. Tehát nem állíthatok oda fegyveresőt, hogy te maradj benne. Nem, ilyen jogom nincsen. Ennek megfelelően nem tudom addig megtartani, amíg egyáltalán mondjuk a menedékjogi eljárást, hanem mindenki menni akar tovább. És mit csinál ilyenkor az állam? Hát egyrészt elnézi, hát nyilvánvaló gáz, ha ott kis családok mennek az M1-esen, ezért azt mondja, akkor inkább fogom magam, és segítek neki. Ez egy nagy dilemma. Egyébként hozzáket a segítés, tehát ez a típusú segítés, még mindig jobb, mintha nem segítünk, és akkor ki segít? Leginkább az embercsempészek segítenek. Egyébként akik Magyarországon is vannak, félreértés ne essék. Magyarországon lassan cigarettát nem lehet vásárolni feketén, mert minden cigarettacsempész átállt az embercsempészetre, mert ez is egy piac. Egész egyszerűen többet tudnak. És tehát oltalmi övezetek létrehozása, és azért, hogy az Európai Unión kívül ezek az oltalmi övezetek nem nagy menekültáborok, ezek két dolgot csinálnak. Egyrészt leveszik az új lenyomatot, és megnézik azt, hogy jogosult vagy-e menekültnek. Ha jogosult vagy, mehetsz. Ha nem, húzhatsz vissza. És akkor nincs ilyen, hogy itt kószálnak az Európai Unión belül, akár Magyarországon, akár Ausztrián, akár Németországon keresztül. Tehát azt akarom jelezni, hogy ez feltétlenül szükséges, és ezt követően kell hatékony határvédelem. Abban a pillanatban, ha én a menekültnek azt tudom mondani, hogy barátom, ott a bejárat, ott van valahol az az EU, oda mész, ott kérsz egy bumáskát, vagy papírt, és hozod, hogy neked van menekültügyi vízumod, tárkarokkal várunk, de nem itt.
De addig, amíg ezt nem tudjuk neki azt mondani, hogy oda menj, és nem tudjuk rávenni a tranzitországok, hogy ti is küldjétek oda, addig itt fognak tolulni, itt fognak állni és nézni át a hívjákon, a kerítésen. Ez állati ciki egyébként, humanitárius szempontból is majd kiteszik, hogy nincs élelmünk, majd amikor éjség, tehát hogy mondjam, ez mindenki számára megalázó és kellemetlen. És végül a hatékony határvédelem, tehát azt akarom, ekkora tömegnél el kell, hogy mondjam, hogy nincs hatékony határvédelem, akik látták az én, hogy mondjam, szerepléseimet, hát Nógrádi Gyurival, én soha nem azt állítottam, hogy nagy ellensége vagyok a határ, hogy mondjam, határ drótnak, vagy ennek a, azt mondtam, hogy ez nem hatékony. Vagy ahogy egyébként nagyon sokan mondják, azért nem hatékony, mert átvágják, mert bedöntik, mert egész egyszerűen, amikor 12 ezer ember elindul, és megy, és jött már, nem tudom, 1200 kilométer, az a 360 kilométer már nem fogja őket megállítani. És végül pedig, ami nagyon, a befogadottak integrációjának javítása. Tudom, hogy nagyon sokan azt fogják mondani, azok is, akik nem mondják, azok is, hogy ezeket a muzulmánokat nem lehet integrálni. De lehet, kérem szépen, a tölt, ha, nem, bocsánat, tehát hogy mondjam, hadd mondjam azt, én is értem, de tételezzük fel azt, hogy nem lehet. Akkor sem tudjuk megállítani azt, hogy ide jöjjenek, tehát szembesülni fogunk azzal a kérdéssel, hogy valahogy ezeket integrálni lehet. Magyarország egyébként ilyen szempontból azt szoktam mondani, jó, ha egy picit visszafog a hangjából. Magyarországon egy darab muzulmán közösség van mindössze, fogalmunk nincs arról, végképp az a szubjektív biztonságpolitika alakítja, amit a köt. Tehát azt akarom mondani, ja, hogy láttam már egy színpénzváltót, az nem a muzulmán társadalom, basszus kulcs. Tehát azt akarom mondani, nem, itt szeretném felhívni a figyelmet, természetesen vannak gondjai az európai integrációnak, de az európai integrációnak vannak nagyon jó példái. Amit én két problémát látok, az egyik. Az egyik feltétlenül az, amit mindig el szoktam mondani, hogy rosszul fogjuk fel a társadalmi integrációt. A társadalmi integrációra úgy gondolkodunk, mintha egymás mellett élő kultúrák lennének, ezt én mélységesen elvettem. A társadalmi integráció az az együtt élő kultúrák. Egyszerűbben mondom, már ha most felveszik és kitiszik a YouTube-ra, úgy is le fog szúrni a feleségem, mindig vele példálozom. Én a szomszéd asszony mellett élek, de a feleségemmel élek együtt. És lehet, hogy a feleségemmel többet vitatkozom, de vele alkotok integrációt. Vele, akivel megbeszélem a dolgokat, akivel a konfliktusokat megpróbáljuk. És nem a szomszéd asszonya. Tehát tudom, hogy ez kicsit talán, hogy mondjam, hát ilyen profánul hangzik, de nagyon fontos, hogy ne, tehát a megismerés, az integrációba hozzá tartozik egyébként a konfliktus is, sajnos. Mindenki gondoljon a saját házasságára. Úgy egyébként imádjuk a párunkat, de azért bizonyos helyzetben az, mama, ez nem megy így. Vagy apa, ezt ne csináld. Tehát azt akarom mondani, hogy ezeket nagyon kettő, hajlamosak vagyunk azt gondolni mindenkivel kapcsolatban, akit nem tudunk integrálni, hogy azért nem tudjuk, mert nem akar integrálódni. Miközben én azt gondolom, hogy az első és legfontosabb dolog az lenne, hogy meg kéne nézni, hogy azok az intézmények, amikkel integrálni akarunk, azok jól működnek-e, avagy sem. Egyetlen apró példát hadd mondjak, kérem szépen. 2005. július 7-én felrobbantotta ugye négy muzulmán, pontosan három muzulmán a metrót és egy autóbuszt. Ezek britek voltak, brit iskolába jártak, brit felsőt. Meg kimentek három hónapra Pakisztánba, ott egy medreszébe, és ugye mondták, hogy átmosták az agyukat. Kérem szépen, azért természetesen nagyon könnyű azt mondani, hogy ezek a medreszék jönnek és átmossák. De azért hadd kérdezzem meg. Nem olyan bonyolult dolgot kellett volna 12 év alatt a brit szocializációs rendszernek megtanítani ezeknek az embereknek, mint azt, hogy ne robbants fel a metrót. Ezt az egyszerű kijelentést 12 év alatt nem tudjuk egy velünk együtt élővel megértetni,
akkor azt kell mondanom, hogy az a mi hibánk is. Akkor milyen intézményrendszerről beszélünk? Tehát azt gondolom, hogy összességében, tehát tény, hogy vannak problémák, de én azért gondolom, hogy azzal érdemes foglalkozni, hogy mi mit tehetünk ezért, mert egyébként, mint említettem, ennek az egész, hogy mondjam, egész migrációs hullámnak még csak a legelején vagyunk. Köszönöm a figyelmet.